Lépésben haladt ma reggel, nem sokkal 7 óra előtt a belváros felé tartó kocsisor a Nyíri út Vármegyei Kórház és Arborétum közötti szakaszán. Ugyanez volt a helyzet az Arborétum és a Hetényi körforgó között is. A Hetényi úton pár száz méteren torlódtak az autósok, de komoly fennakadást a közlekedésben stábunk itt sem tapasztalt a hagyományos útvonalon, amin a hetényegyháziak múlt év decemberéig közlekedtek. Akkor ugyanis átadták azt a bekötő utat, amely Hetényegyházát egyből becsatolja az autópályába, és ezzel együtt az északi elkerülőkör gyűrűbe. Ennek eredményeként a településrész lakói számára egy gyors alternatívává vált az, hogy az új útszakaszt, majd a Nyíri út kiszélesített és felújított végét, vagy éppen az északi M5 bevezetőt használva érkezzenek Kecskemét belvárosába, illetve egyéb pontjaira. A reggeli tapasztalat azt mutatja, hogy bár volt forgalom az új utakon is, sokan még mindig a régi Hetényegyházi utat használják. A Nyíri út Arborétum és Kórház közötti szakasza pedig továbbra is egy terhelt rész reggel, igaz, sokat javult a helyzet. Nagyon örül neki mindenki. Nagyon-nagyon örülnek, nagyon jelentősen javult a közlekedés a város irányában. Azt gondolom, hogy felére csökkent a várakozási idő, sőt, még jobbak a mutatók. Én legalábbis nagyon használom ezt az utat, és tekintettel, hogy a munkahelyem pont az útvonalba esik, ilyen 7,5 perc alatt háztól a munkahelyemig be tudok érni a Szent György iskoláig, ami azt gondolom, hogy egy olyan csúcsidő, ami korábban elképzelhetetlen volt. A képviselő hozzátette, az új úthálózat nem csak a lakosság szempontjából jelentős fejlesztés, Hetényegyháza kiváló célpontja lehet a vállalkozásoknak is, amelyek gyorsan és egyszerűen szeretnék elérni az autópályát. Az azonban még látszik, hogy az autósoknak idő kell, míg teljes egészében felfedezik az alternatív útvonalakat, így egyelőre időben biztosan jól jár az, aki az új hetényi bekötő utat választja.